magam részéről is meleg szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, jó korábbi társainkat, vendégeinket, ifjainkat. Mindig a jó gyámkodunk, hálát, valahányszor összegyűlünk az ő nevében, egymással találkozhatunk, és örvendünk egymásnak, és adja a jó atya továbbra is, hogy bármikor találkozunk, örvendhessünk egymásnak, mikor egymás szemébe nézünk. Jehovának mindig voltak tanulni, elkezdve az ember teremtésétől, az első ember vártól, napjainkig. Az ókorban volt egy kiválasztott népe, amely Izrael néven volt ismeretes. Ábrahám, Jákó, az ő fia Izsák, Izsáknak fia Jákó, Jákóknak fiai, a 12 fia, akitől származtak, születtek az Izraelben. Jehova az a népét mindig utasításokkal, törvényen és szabályokkal látta el. Mózes által. Hasonlóképpen a mi számunkra is Jehova ebben elég bőséges eredet készített, szellemi eredet, úgy mondjuk, amely van, ami azt mondunk van ebben bőségesen, azon utasítások és szabályok, hogy mi ma Isten népe, hogyan kell éljünk, hogyan kell viselkedjünk, és mit kell tegyünk ahhoz, hogy ahol készülünk, Jehova országába bejuthassunk. Kedves testvérek, testvérek, mi a közöleik, az a jeles ünnep, mondjuk úgy, a legnagyobb ünnep, amely évente egyszer ünnepi Isten napját. Jézus Krisztusunk halálának ünnepe. Ez nem sokára, ezzel kapcsolatosan szeretnék szólni, készítettem a programot ma, és a tanulmány úgy mondja, amelynek a címe, ami húsvéti bárányokkal Krisztus megáldoztatott, egy Evangélium 28-as, 1928-as volt készítettem a nagyobb részét. Úgy mondja a tanulmányunk, hogy fontos egymást a megszabott időben emlékeztessük ezen csodálatos ünnepen kapcsolatosan. Tehát ahhoz, hogy megértsük Jézus Krisztus halálának emlékünnepét, fontos, hogy elsősorban megértsük, meg is megértjük a zsidók ünnepével. Jehova Ábrahámmal kötött szövetséget. Azt mondta Ábrahámnak, megsokasítom a te módot, mint az égen a csillagokat, és a tengerparton levő fölényt. Tehát ezt nem lehet megszámolni. Olyan sok lesz. Ábrahám utódai József idejében Egyiptomba költöztek, és ott telepedtek le. Józsefet az ő testvérei eladták Egyiptomba. Addig, amíg József élt, Jákob szeretett fia, a zsidókkal Egyiptomba jól bánta, jól ment sorsuk. Miért? Azért,
mert az a faraó Jehovát ismerte, és Józsefet is tisztelte. De mi történt? Nagy változás állott be. Az a faraó meghalt. Azután egy bőrösebb, egy büszke faraó támadt, vagyis lépett Egyiptom trónjára. Aki Jehovát nem ismerte és nem tisztelte, ismerjük a leírásból, hogy amikor megjelent Mózes és Áron e faraó előtt, azt mondta, nem ismer el Jehovát és nem is bocsájtja meg az ölét. Tehát nem ismerte és nem is tisztelte. Faraó, az a faraó, arról tett vallomást, hogy ő az ördög képviselője. Egyiptom, ez egy gonosz világot szemlélteti. Sátán világban. Faraó nem csak kényszer eszközzel nyomt el Isten népét, hanem Sátának minden az volt a politikája, hogy ne csak kényszer eszközzel, hanem az embert elbátoltassa Istennél. Tehát mi volt a mindenkori politikája Sátának? Az, hogy nem csak kényszer eszközzel, erőszakos módon, hanem finoman elbátoltassa az embert Jehova Istennél. Jehova neve Egyiptomban, abban az időben, teljesen meg volt becsinálva. Elérkezett az idő, hogy Jehova tetthez kezdve. És amit ő elkezdett, ismerős, a második Mózes 12 rész, hogy egy versétől bővelől, ami utasításokat adott Mózesnek a kivonulásra, a visszavonulásra kapcsolatosan. Hogy mit kellett tenni is, szeretném olvasni a Szentírásból. Szóló veletek volna pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földi mondván. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elsője. Első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván. E hónap 10-én mindenki vegye magának egy bárányt, az atyának háza szerint házanként egy bárányt. Hogyha a házné kevés a bárányhoz, akkor a házához közelről szomszédjával együtt vegyen a lelkek számú szerint. Kit ételéhez képest számítsatok a bárányhoz. A bárány ép, hím, egy esztendős legyen. A jó közül vagy a kecskék közül vegyitek. És legyen nálatok alatt, tehát nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig, és öljenek Izrael községének egész gyülekezete este. És legyenek a vérből és azokban a házakban, ahol ezt megeszik, hintsenek a két ajtófére és a szelődőfára. A hús pedig egyik meg azon éjjel tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserűfekkel egyik meg azt. Ne egyedek abban nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, a fejét lábszáraival és belsejével együtt. És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami reggelre megmarad, tűzzel égessétek meg. És ilyen módon égjétek azt. De bajtokot felövezve, saraitok lábaitokon, és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel égjétek azt, mert az Úr páskája az. Mert átom megyek Egyiptom földén, ezen éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földén.
az embertől kezdve a horomig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet teszek én az Úr. És a vér jelölöztétek a házatokban, amelyben ti ösztek, s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földét. És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepnek szentejéték az, az Úrnak nemzetségül nemzetségre, örök rendtartás szerint ünnepeljétek az. Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret, míg az első napon takarítsátok el a kovász házaitokból, mert valaki kovászost éjjel az első naptól fogva a hetedik napig az olyan lélek írtassék ki Izraelből. Az első napon pedig szent gyűlésétek legyen, a hetedik napon is szent gyűlésétek legyen, azokon semmi munkát ne tegyetek, egyedül csak, ami az ellenére való minden embernek, azt el lehet készíteni. Megtartsátok a kovásztalan kenyeret ünnepét, mert azon napon hoztam ki a ti seregeiteket Egyiptom földéről. Tartsátok meg hát a napon, ahol nemzetségül nemzetségre örök rendtartás szerint. Az első hónapban, a hónapnak 14. napján este egyetek kovásztalan kenyeret a hónap 24. napjának este. Hét napon át ne találtassék kovászati házatokban, mert valaki kovászost éni, az a lényeg kiírtati Izrael gyülekezetéből, akár jövegény, akár a bennszőtt legyen. Semmi kovászos ne egyetek, minden lakóhelyeteken kovásztalan kenyeret egyetek. Tehát ismerős a leírás, gondolom mindenki számára természetes, hogy mit kellett tegyenek a kivonulás alkalmával. Tehát egy Bálám kedvet válaszolnak, négy nap őrizet alatt tartsák a 14. napján, este levágják, és úgy már olvastuk, és az Úr páskának lett elnevezve. A páska szó mit jelent? Azt jelenti, hogy el mellette, vagy elvonult az ördöklő angyal azoknak, az Izrael házaknak, Izrael háza mellett, ahol a vér le volt kenve, a bárány vérével. Vajon az angyal nem tudta volna, hogy ott izraelita lakik, csak akkor, ha le volt kenve, s látta a piros vért? De igen, testvérek, biztosan angyal tudta volna, hogy izraelita lakik ott. De mint a későbbiekben ki fog tűnni, nem volt elég az, hogy hiszik, hogy az Úr megmenti az izraeliták elsőszülőjét, az nem volt elég, ha hiszik, valami tenni is kellett. Így van napjainkban is, hogy az nem elég, ha mi hisszük, hogy megmentésbe részesülünk. És meglássuk a következőt, hogy mit kell mi tegyünk ahhoz, hogy megmentésbe részesüljünk. Tehát a 10. napján az első hónap, ez volt a Nizán hónap, az év első hónapja. Ennek a hónapnak 10-én kellett válaszolnak egy bálány. A bálány évén egy esztendős keret legyen. Ez mind Jézus Krisztusra utal. Jézus Krisztus tökéletes emberi voltára. Ha megnézzük az összefüggést, összehova hasonlatot, hogy két példát a bárány, azt, amit kiválasztottak Egyiptomban. Jézus Krisztus, amikor megjelent a Földön, elkezdte tevékenységét, amikor közeledett Jánoshoz, keresztül Jánoshoz, úgy jelölte meg a
János 1.29 versében, hogy íme az Istenek a báránya, aki elveszi a világ bűneit. Mózes Jézus Krisztus példázza. A bárány Jézus Krisztus példázza. De Mózes helyett egy bárány választottak, mert Mózes, ha meghalt volna, a képet tovább nem tudta volna kialakítani. És ezért Mózes helyett egy bárány választottak. És ezért a bárány mindenféle tekintetben Jézus Krisztus példázza. A bárány épp hím egy esztendős jelet legyen, ahogy említettem, Jézus Krisztus tökéletes voltat ábrázolta, szemléltette. Az 1. Péter 1.18 és 9.19 versben, amit olvasunk. Drága vérrel váltattatok meg, hibátlan és szeplőten bárányi a Krisztusé. Az a tény, hogy 11 év volt kiválasztva a bárány, ilyen gondoskodott a jelképes báránynak a kiválasztásáról, mikor? Már az Édenben, amikor megtörtént a lázadás, és elhangzott az 1. Mózes 3.15-ben, hogy ellenségeskedés szerzek a te magad és az asszony magva között, tehát a kígyó magva és az asszony magva között, az fejedel fog taposni neked, te pedig annak sarkát markosod. Tehát itt tűnik ki a Biblia vers szerint, a bizonyíték szerint, hogy Jehova Isten gondoskodott a jelképes báránynak a kiválasztásáról, tehát Jézus Krisztusról, tökéletes időben, a 10-es szám egy tökéletes szám, és tökéletes időben gondoskodott a bárány kiválasztásáról. 4 napig kellett tartsák őrizet alatt. Vajon mit példáz ez a 4 nap? Ez a 4 nap a bárány, jelképes báránynak a kiválasztásától eltelt, amikor a valóságos bárány megfeszítetett Jézus Krisztus 4000 esztendő telt el. 4000 esztendő. A 2. Péter 3.8-ban bizonyítsuk, hogy Jehovánál, a mindenható Istenünknél, egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. De csak Istenünknél van ez így. Nálunk nem így van, embernél. A bárányok a végét ki kellett fogják egy egyikben, és meg kellett kenni a szemöldök fát, tehát felül, és az ajtó két fél fát. A küszöbben nem volt szabad nincsenek, nem is volt szabad cseppenjen a vér. Miért? Ez mind Jézus Krisztus példázza a bárányt, és Jézus Krisztusnak a vére nem volt szabad, hogy megtakultassék. Tehát, hogy említettem az imént, hogy az izraeliták hitték, hogy az angyal megmenti az ő első szülötteiket. De az nem volt elég, hanem valamit kellett tegyenek, bizonyítsák azt, hogy hiszi. És a Róma 10.10-ben, amint olvassuk, azt mondja, szívvel hiszünk az igazságnak, de szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Nekünk sem elég az, hogy hiszünk, megbízunk Istenben, szeressük Istent, Jézus Krisztus, de ez mind nem elégséges. Tennünk kell valamit. Tehát akkor mit kell tennünk? Szálljon teszünk vallást az üdvösségre. A húst, a bárány húsát keserű füvekből készített mártással kellett elfogyasszák. Hát lehet, hogy nem tudjuk ezt pontosan, hogy volt az elkészítve, de esetleg gondolhatunk egy olyasmire, hogy a jó bárány, finom, sült bárány hús mellé valami savanyúság volt, az természetes. De az magára, hogy külön a hús nélkül, kenyér nélkül, az lehet, hogy nem volt olyan kellemes, nem volt olyan finom.
A kovásztalan kenyér, amint az első Korintus 5:7-ben mondja, a kovász a bűn jelmébe. Azt mondja, tisztítsátok el a régi kovászt, hogy legyetek úgy tisztálva, hiszen ami húsvéti valamunk a Krisztus megáldoztatott életünk. Tehát a kenyér, a kovásztalan kenyér a bűn nélküliséget jelenti. És hogy 7 napig nem volt szabad kovászos kenyeret enni egyenek az izraeliták, hogy aztán ez mind arról, hogy végig ki kell tartani, vagyis hűségesnek kell legyünk Jehovának és Jézus Krisztusnak engedelmeskedjünk, és kovász nélküliek vagy bűn nélküliek a mindenható Istenünk jól tudja és ismeri a mi gyengeségeinket. Tökéletlen ember a tökéletes törvényt nem tudja betartani tökéletesen. Így van. De mivel Jehova ismeri és vizsgálja a szíveket és a veséket, ő jól tudja azt, hogy milyen titkaink vannak. Esetleg elrejtve, mit teszünk, hogyan élünk, hogyan gondolkozunk, és akarjuk megtartani Isten törvényét, Isten parancsait. Mert tökéletesen nem tudjuk megtartani valóban. De az indulat, hogy akarjuk, hogy nem akarjuk. Jó lehet, vannak olyan bűnök, az apostol, hogy megjegyzik két felé választva, van halálos bűn, és van nem halálos bűn. És nem olyan könyörgünk, akik halálos bűn követtek, hanem akik tévedésből, emberi gyarlóságból követtük el, úgy a mindennapi életünkben, cselekedeteinkben, viselkedésünkben, mert valóban gyengék és gyarló vagyunk, de Jézus Krisztus feláldozhatott az emberiségét. És ezeket a bűnököt megbocsássa, ha nem szándékosan tesszük, hogy vár. Hogy említettem a keserű füvekből készített váltás, azokat a nehézségeket és megpróbáltatásokat jelenti, amelyet a keresztény Isten hűséges népe minden időben el kellett szenvedjen, el kellett viseljen Sátántól és az ő sarkosaitól. Az apostolokat akkor, amikor megtiltották, hogy ne beszélnek Jézus Krisztus nevében, helytartók elé hurcolták őket, megverték őket, és elbocsátották, de megparancsolták, hogy ne beszélnek ebben a névben többet, Jézus Krisztus nevében. Miután megverték, elbocsájtottak, kimentek, sőt mentek. Miről mentek? Azért, hogy ők is valamennyi részt vehettek Jézus Krisztus szenvedésében. Vagyis, úgy a kenyér megtörése, mint a bor, vagyis a pohár kiürítése, Jézus Krisztus halálában való résztvételt jelent. És a testtagok, tehát az apostolok, ők örvendtek. Örvendtek annak, hogy ők is valamennyit szenvedtek, örömmel mentek el. De ha azt nem gondoltak volna, hogyha nem lett volna az áldás és azok a csodálatos ígéretek, amik megvolt nekik a mennyei hívásra, ugye van? Csak a megverésnek nem hiszem, hogy nagyon örvendtek volna. Lehet, hogy mi sem örvendenünk, ha most már mondjuk kicsit visszalépünk a múlt rendszerben, hogy valóban sokan szenvedtünk, Istenében mindig szenvedett az igazságért. De ha azok az ígéretek, ha nem tétettek volna, hogy
amit irány Jézus Krisztus országában egy örökké tartó élet, egy vég nélküli élet tele örömmel, boldogsággal. Akkor lehet, hogy azok a szenvedések nekünk sem esnének olyan jól. Ha csak külön, nem tudom, ha érthető, gondolom, hogy igen. De az apostolok örvendtek, amikor megberendettek. A keserű fejükből készített Mártás ezt példázza, ezeket a nehézségeket, és azt, hogy valóban szenvedtek, Istenében mindig szenvedett. Elnyomás, üldözés, stb. Vajon ma könnyű kereszténynek lenni? Feltessük a kérdést nagyon magunkba. És úgy válaszolunk lehet magunkba, hogy nem is olyan könnyű. Nem zárítok be a bennünket a börtönbe, nem visznek el, mint a múlt rendszerbe a kommunizmus ideje alatt. De lehet, hogy Sárván fordított egy ilyet, egy finomabb taktikát használ, hogy mint az ókorban és mindenkori politikája Sárvának az volt, hogy az ember elvártoltassa Istentől. Tehát finom és finom eszközöket használ, és kínál fel, és teszi a tárcára. Úgy a keresztény elejében teszi azt, hogy elvártoltassa a tiszta Isten imádattól. Nem nehéz, ugye, vagyis nem könnyű mondjuk, de nem is olyan nehéz keresztényben tenni. Ha teljes hitünk van és szeretetünk van, akkor nem is olyan nehéz, mert azt mondja Jézus Krisztus, aki én utána akar jönni, vegye fel az ő keresztét. A kereszt, vagy az ő igáját, vagy kereszt nehézséget példáz. De jobban mindjárt a másik versben már mondja is, hogy de az én igám nem nehéz, és azt mondja, hogy gyönyörűséges. S valóban tényleg is van. Hogyha hűségesek vagyunk Jehovához, akkor nem is olyan nehéz, úgy mondjuk. Mégis nehéz, de mégsem nem nehéz. Ugye így mondjuk. Azt olvastuk, hogy a Páska bárány ünnepét örök rendtartás szerint kellett megünnepeljék az izraeliták. De most ma nem azt ünnepeljük. Igaz? Három örök szót ismerünk. Az első Jehovára utal. Öröktől fogva volt, van is lesz. Tehát neki nincs kezdete és nincs vége. A második örök szó Jézus Krisztus és a 144 ezer tagjai. Volt kezdete, de nincs vége. Ők is megkapták a halhatatlanságot. Nincs végük. Tehát örök. Viszont van olyan örök szó, mint például itt a Páska ünnepen kapcsolatosan, hogy volt kezdete, de volt vége. Tehát kezdődött, mikor? A zsidókkal Egyiptomban. De Jézus Krisztussal ezelőtt 2000 évvel körülbelül akkor véget ért. A Páska ünnep a báránynak a bevallása. Ha véget ért, vajon mi lépett annak helyébe? Azt jelenti, hogy megszűnt Isten éve számára az ünneplés, hogy évente meg kell emlékezzenek valamiről. Hát igen, de nem az Egyiptomból, a szó szerinti Egyiptomból való kiszabadulás, hanem az, amit jelképez Egyiptom.
Sátán országából, Sátán abban a fennhatóságban alul, hogy megszabadul Isten népe, elhagyjuk, hátat fordítunk Egyiptomnak, jelentős Egyiptomnak, és megszabadulunk. És ez a legnagyobb szabadulás, amiért hálásak is vagyunk Jehova és Jézus Krisztus irányít, hogy ilyen csodálatos módon intézkedett és gondoskodott úgy korokon keresztül az emberiség megmentése érdekében. Tehát a Páska megtartása azt tudjuk, hogy árnyékolt. Az tartott egészen Jézus Krisztusig. Amint olvassuk a Zsidók 10:1 versét. Mint hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka nem maga dolgok képe van meg, ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletesére juttatni az odajárókat. Mit értettünk meg? Azt értettük meg, hogy azok az állatok áldozása, amit az ókorban, amit tette, azok nem voltak képesek az emberiséget, a bűnből, a tökéletlenségből felemelni, hanem szükség volt Jézus Krisztus halála ahhoz, egyszeres mindenkorra megáldoztatott. És a 8 rész, a Zsidók 8 rész 6-tól 9-ig olvassuk. Most azonban annyival kiváló szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbeni járója, amely jobb ígéretek alapján kötetett. Mert ha az első kifogástalan volt volna, nem kereskedett volna hely a másikban, a másodikban. Mert Gorgátlan nőköt így szól, imi napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával és Judának házával új szövetséget kötök. Nem az a szövetség szerint, amelyet kötöttem az ő atyáikkal a malakon, mikor kézen fogtam őköt, hogy kivezessem Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban a szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, azt mondja az Úr. Mert ez a szövetség, amelyet kötök Izrael házából a múltán, adom az én törvényemet az ő erdőkbe és az ő szívekbe írom be azokat, és leszek nékik Istenek, és ők lesznek nékem népen. Tehát úgy olvastuk, hogy ha az első kifogástalan lett volna, nem kereskedett volna hely a másiknak. Tehát a mózesi törvény, ha kifogástalan lett volna, azok az állatáldozatok elégségesek lettek volna, akkor nem lett volna szükség a másiknak, vagy Jézus Krisztus halálára. De mivel, hogy tökéletlen állatok voltak, a tökéletlen ember, tökéletlen, nem bír, vagy nem képes, hogy megigazítsa Isten előtt, vagy megváltsa a bűnből. Jézus Krisztus a törvény alatt született, tehát a mózesi törvény alatt született, és ő is megölte événként egyszer, ő is megölte a páskaünnepet. A Lukács könyvében olvassuk, a Lukács 22:7-20-ig, úgy körülbelül, hogy ő is leült tanítványaival, és megölte a húsvéti ünnepet. Tehát a Lukács 22:7-20-ig olvassuk. Eljövő pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kell-e ülnie a húsvéti bárány. És elküldi Péter és János mondván, elmenjünk, készítsük el nekünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük. Ők pedig mondanak neki, hol akarod, hogy elkészítsük? És ő mondani kiné, mikor bementek a városban, szembe jövelnek egy embert, ki egy korsó vizet visz,
Kövessék őt abba a házba, amelyben megy, és mondjátok a házgazdájának. Ezt mondja nékik a mester. Hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt? És ő mutat nékik egy nagy vacsorázó helyet berendezve, ott készítsétek el. Elmondvén pedig úgy találnak, amint mondta nékik, és elkészíték a húsvéti bárányt. És mikor eljött az idő, asztalhoz ül le, és a 12 apostol ő vele egyetemben. És mondani, kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem abból, míg nem beteljesedik az Isten országa. És a pohárt végén minek utána hálát adott, vegyétek ezt, és osszátok el magatokért. Mert mondom nektek, hogy nem iszom e szőlőtőkének gyümölcséből, míg nem eljön az Istenek országa. És minek utána kegyelet vette, hálát adván megszegni, és oda nékik mondva, ez az én testem, mely ti életetek adati, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is, minek utána vacsorát, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség az én véremben, amely ti életetek kiontatik. Ami Jézus Krisztusunk hátrahagyott emlékünnepet, itt nem volt bárány levágva, nem volt hús, nem volt keserű fülekből készített mártás, kenyér volt, tehát kovásztalan kenyér, és vörös bor. Nézzük meg, hogy mit példáz a kenyér. A János 6, 48-tól külbelül 51-ig azt olvasjuk. Én vagyok az életnek kenyere, ezt mondta Jézus Krisztus. A ti atyáimok manna tettek, a pusztában is meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki éljék belőle és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És az a kenyér belép, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. A bor, amit ittak a vörös bor, mit példáz? A bor az örömet példáz. A 104 Zsoltár 15 versében olvassuk, hogy kenyeret és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, és fényessé teszi az orcáját, mint az arany. Tehát a kenyér, a kovásztalan kenyér, élése, ez Jézus Krisztus, a mennyei kenyérnek az élése. És a bor, az örömet példáz. Persze így nem szó szerint értsük, ugye, hogy a tanítványok ették volna Jézus Krisztus hústestét, hogy itták volna az ő vérét, hanem amit példázott. A János 6, 63-ban olvasott. János 6, 63-ban. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát a test nem használ semmit,
a beszédek, amelyeket én szólok, lélek és élet. Máté 4:4-ben viszont, amikor Jézus Krisztus megkísértetett a pusztában, 40 napon keresztül, hát mi azt nem tudjuk felfogni és elképzelni, hogy 40 napig nem evett semmit, és éhes volt. A sátán jött a kísértéssel, és a legelső az volt, hogy ha Istennek fia van, fia vagy, neked hatalmad van, hogy ha éhes vagy, a köveket változtass kenyérre és egyél. Mit mondott Jézus? Azt mondta, távozz tőlem, sátán, meg van írva, hogy nem csak kenyérre él az ember, hanem Istennek minden ígével, amely a felülről származik. Tehát nem szó szerint, hanem Istennek ígével, amely felülről származik. Az első páska bárány levágása Krisztus előtt 1513-ben kezdődött. Az utolsó páska bárány levágása, a szó szerinti páska bárány levágásáról beszélnek, az Krisztus után 33-ban. Tehát körülbelül a páska bárány ünneplése, a páska ünneplése, ez 1546 évet foglalt magában. A tanulmányból szeretnék egy pár szót olvasni, idézni, az evangélium, vagyis a húsvéti, a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldozott címmel. Tehát mivel, hogy megkerült kenyék a szemüldökfát és a kéthajtó félfát a bárány lélével, nagyobb a beteljesítésben, napjainkban, Izrael népe abban az időben a vér alatt volt. Mi most hasonlóképpen a vér alatt vagyunk. Nem is szó szerinti bárány vére alatt, hanem megértettük mostani, hogy kinek a vére alatt. Az igazság ismeretére jutottunk, magunkból teljesen az Úrnak szenteltük. A kérdés az, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a vér alatt maradhassunk és halált elkerüljünk. Tehát ez a nagy kérdés számunkra, hogy ha vér alatt vagyunk, olyan mi szükséges ahhoz nekünk, hogy a vér alatt maradhassunk, mit kell tegyünk, és a halálat, hogy elkerüljük. Szóval azt mondja veled, az Úr iránt hülyeknek és engedelmeseknek kell lennünk. Mindig a megváltó vérében bíznunk. Nekünk az engedelmesség és az emlékünnep van megparancsolva. Üljük meg talán az emlékünnepet. Tanulmányunk újra felteszi a kérdést, tehát üljük meg, de hogyan? Olyan utasításom adva erevel kapcsolatosan, hogy az emlékünnepet ünnepeljük meg. Mindegy az? Nem. Üljük meg az emlékünnepet, tartsuk meg. De hogyan? Feltesz a kérdést. A kohász a bűn jelképe. Hogyha bűn van Isten népe között, azt el kell távolítani. Az apostol mondja az 1. Korintus 5, 7 és 8 versében. Tisztítsátok el azért a régi kovász, hogy legyetek úgy tisztává, amint kovász nélküliek vagytok, mert hiszen a húsvéti bárányunk Krisztus megáldoztatott életünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak a kovászából, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságával. Mielőtt valaki keresztény lesz, bűnös, és mindazon gyarlósággal van, amelyeket Ádám bűne folytán örökölt. A régi kovász alatt azon szokások értelmük, amelyeknek a bűnös, aki keresztény lesz, hódol. Ezeket el kell hagynia, amint az apostol mondja, hogy úgy tisztává legyetek, mivel ti,
a megváltó vérével megtisztítottatok. Ne kövessétek tovább azokat az életszokásokat, amelyeket a bűnösök követnek. Ügyeljetek arra, hogy a ti életetek az Úr életével összhangban legyen. Ennek súlya van. Úgy érezzük, és úgy is tanultuk meg, hogy amikor kijöttünk a vízben, a vízből való kiemelés, amikor felszenteltük magunkat Isten akaratának cselekvésére, és jöttünk a vízből, azt mondtuk, így van vagyunk, Atyám, hogy cselekedjük a te akaratodat. Tehát ettől alafelé nem a mi akaratunk, hanem Isten akarata érvényesül mi bennünk. És a vízből való kiemelés azt jelenti, kijönni egy új életre, Isten akarata szerint életet élni. Tehát akkor nem mindegy igaz, hogy hogyan nevelünk, igaz? Nem mindegy, testvérek. Az apostol hozzáfűzi, ne légy kovásszal, sem rosszaságnak kovásszával, sem gonoszságnak kovásszával, hanem igazságnak és tisztaságnak kovásztalanságában. A tanulmány úgy értettem meg, mint a külön választanám, a rosszaság kovásszát és a gonoszság kovásszát. És megmagyarázom, hogy melyik mit jelent. A rosszaság kovásza Isten törvényének az áthágása, Isten parancsolatainak az áthágása. De a gonoszság kovásza, ez már sokkal nagyobbat jelent. Sokkal. És ha megfigyeljük, azt mondja a jelentősége. A gonoszság kovásza a szív rossz indulatosságát jelenti. Nem vagyunk mások jogaira tekintettel, és mindenképpen egymás kárába törekszünk. És mit nem? A gonoszság kovásza jelenti a szív rossz indulatosságát. Nem vagyunk mások jogaira tekintettel, és mindenképpen egymás kárába törekszünk. Az, hogy a rosszaság kovásza, hogy Isten törvényének a parancsainak az áthágása, hát ebben van az egész világ, nem igaz? Hát nem tartsák meg Isten törvényét. De a gonoszság kovásza, akkor már mintha érthető, hogy vajon nem Isten népe között van? Tehát a szív rossz indulatosságát. Nem vagyunk mások jóra tekintettel, és mindenképpen egymás kárára törekszünk. Lehetséges-e, hogy az igaz keresztények ilyen bűnökkel legyenek terheltek? Éppen ebben az időben vannak gyülekezetek, amelyek sok belső nehézségekkel küzdenek egymás között. Szivakodnak. Vannak olyanok, akik egymás ellen, mások az Úr munkája ellen dolgoznak. Megkísérelik, hogy testvéreinek és az Úr munkája előuratásának átcsak. Az ilyesmi önzésből származik. Ahol igaz szeretet uralkodik, nem lehetőség. Miért kedvelne valaki azt állítsa magáról, hogy az Úrnak szentelte magát testvéreivel ellenséges viszonyba lennie? Senki sem lehet Istennel és Krisztussal közösségben, hogyha nem jár világosság van, mondja az 1. János 1,6 és 10 verse. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekszünk. Ha pedig világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak az ő fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől. Isten azt akarja, hogy az ő munkája elvégeztessék. Senki sem csapossa az volt. De saját mondjuk, hogy igen. Ne áltassátok magatokat, sem pedig megpróbáljátok másokat áltatni.
Mindenki, aki az Úr Jézus Krisztus nevét nevezi, tegyen meg minden önzésű és legyen testvéreinek segítségére az Úr által megszabott munka elvégzésében. Mindenkinek félre kell tenni, félre kell vetnie önzését, ezért imádkoznia és magát megvizsgálnia, és azután Isten parancsolatainak engedelmes lennie kell. Az apostol mondja, nem ihatjátok az Úr poharát és az ördög poharát. Nem lehette az Úr asztalánál és az ördögök asztalánál részesek. Az 1. Korintus 10:21 verse. Senki sem lehet részben az Úré és részben a világé. Szivakodás, gyűlölet, gonoszság, harag és önzés az ördögtől származik, és nem az Úrtól. Azok, akik az Úr népéhez tartoznak, válvetve kell megállnak és egymást, mint testvérek a Krisztusban kölcsönösen támogatnia az Úr Jézus Krisztus evangéliumáért küzdén. Legyen most nagy örömünk, és hadd hirdessük Isten dicséretét, aki mindent megtett értünk. Ez persze csak akkor tehessük meg, akkor történhetik meg, ha mi neki és az ő ügyének teljesen átadtuk magunkat. Így van, ez csak akkor történhet meg. Vagyis nem történhet meg, amit felolvastam. Ha mi az Úrnak teljesen átadtuk magunkat, akkor nem lehetnek nézetettérések, nem lehetnek azok, amit felolvastam. Én befejezésképpen szeretnék felolvasni egy naplecét a Mannás könyvből. Az április 14-i naplecke. Azt olvassuk. Az ő életét adta és a bűnösök közé számlát adott Ézsaiás 53:12 verse. Persze egy Jézus Krisztusról van szó, hogy ő az életét halálra adta és a bűnösök közé számlát adott. Amiképpen mindenkinek, aki a Mester nyomdokaiban jár, szüksége van valamelyes gecsimáni élményre, azonképpen kell mindenkinek legalább megkóstolnia a Mester átéléseit. Ne feledkezzünk meg tehát alkalmakat keresni arra, hogy szolgáljuk a testvéreinket. Krisztus testének tagjait, de mivel, hogy köztünk nincsen Krisztus testének tagjai, az nem azt jelenti, hogy mi egymásra ne szolgáljuk. Legyen gondunk arra, hogy ne csak növeljük a bárány minden követője szükségképpen hullú szemrehányásokat, hanem ellenkezőleg ajánljuk fel neki az együttérzés szavait, együttérzés szavait, segítsük viselni egymás keresztjét, terhelyi az úton való megpróbáltatásokat. Ezáltal mutatjuk meg leginkább az Úrnak és a fejnek, hogy mennyire drága lett volna nekünk is a lehetőség, hogy segítsük keresztjét vinni a Kálváriára vezető úton. Még egyszer elolvasom. Azt mondja, amit éppen mindenkinek, aki a Mester nyomdokai jár, szüksége van valamilyen gecsemáni élményre. Azonképpen kell mindenkinek legalább megkóstolnia a Mester átéléseit. Mester átéléseit tudja, hogy mit írt át.
kiváltképpen az utolsó éjszakán. Ne feledkezzünk meg tehát alkalmakot keresni arra, hogy szolgáljuk testvéreinket. Mondjuk, úgy értsük, amit mondva, hogy alkalmakot is keresni a testvéreinket szolgáljuk. Legyen gondunk arra, hogy ne csak növeljük a bárány minden követője szükségképpen húló szedrahányásokat, hanem ellenkezőleg ajánlunk fel nekik az együttérzés szavait, segítsük viselni egymás keresztét, terhét az úton való megpróbáltatásokat. Ezáltal mutatjuk meg leginkább az Úrnak és a fejnek, hogy mennyire drága lett volna nekünk is a lehetőség, hogy segítsük keresztét vinni a Kálvária vezető, Kálvária felé vezető úton. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha érthető úton és a figyelmet.